Olcsóbb a sertéshús. Az évelejéhez képest akár 30%-kal is kevesebbe kerülhet a sertéshús, a vendéglátóipar újraindulása azonban drágulást idézhet elő. Beruházások Nagykállóban, folyamatban lévő fejlesztés nem érintett a jelenlegi helyzet, a jövőben pedig az elmúlt 20 év egyik legnagyobb beruházását készülnek megvalósítani. Fellendült az ingatlanpiac, az elmúlt hónapban már majdnem annyi sikeres tranzakció történt vidéken, mint a vírus előtti időszakban. A járványhelyzettel kapcsolatos rendőri feladatok átalakultak az elmúlt napok változásai következtében, hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Leginkább a határátkelő helyek ellenőrzése és a házi karanténok felügyelete lett a rendőrség feladata az elmúlt időszakban. A távellenőrzések száma meghaladta a 16 ezret, amelyből mindösszesen 431 esetben kellett a helyszínen is ellenőrizni a hatósági házi karantén előírásainak betartását. Az elmúlt 24 órában 53 esetben intézkedtek a szabályok megszegése miatt. Ahogy újraindul az élet számos területén az állampolgárok aktivitása, természetesen munkatársaimnak is jelen kell lenni, ilyenek például a kulturális rendezvények biztosítása, ahol az eddigieken felül figyelünk természetesen arra is, hogy a résztvevők a védelmi intézkedéseket betartsák. Legtöbb intézkedést azonban továbbra is a hatósági házi karantén ellenőrzésével kapcsolatosan hajtjuk végre. Ahogy arról rendszeresen beszámoltunk, az elektronikus hatósági házi karantén rendszer alkalmazása immár széles körűnek mondható. Összességében 1979 személy regisztrált erre a rendszerre. Természetesen, ahogy a házi karantén ideje letelik, így kikerülnek felhasználók ebből a rendszerből. Jelenleg 852 aktív felhasználója van a házi karantént ellenőrző mobil alkalmazásnak. Ami a nagyon fontos, 3818 orvosi kérdőív érkezett be az egészségügyi szolgáltató rendszerbe. Így folyamatosan nyomon tudtuk követni ezeknek az állampolgároknak az egészségi állapotát, és hogyha ez az egészségi állapot romlott volna, akkor az orvosi beavatkozásokra soron kívül tudtunk volna intézkedni. A vendéglátóipar és a kínai export leállása miatt 20-30%-kal csökkent a sertéshús fogyasztói ára az utóbbi hetekben. Az árzuhanás eltérő mértékben jelenik meg a multinacionális üzletek és a piacok húsboltjai között. Utóbbiak esetében ugyanis a rövid nyitvatartás miatt nagyobb hátrányt jelentett, hogy 9 és 12 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhattak. Az elmúlt időszakban ugrásszerű árnövekedés volt tapasztalható a húspiacon, ami a tavalyi év elején kezdődött. Az afrikai sertéspestis miatt Kína hosszú hónapokig hagyatkozott elsősorban az európai országokban levágott és feldolgozott állatokra. Emiatt idehaza is készlethiány lépett fel, ami a sertés felvásárlási és fogyasztói árát is az egekbe emelte. A drágulás már az idei év elején jelentősen mérséklődött. Az éttermek bezárása, valamint az export szűkülése miatt pedig áprilistól már 20-30%-os árcsökkenés volt tapasztalható. A sertéshúsnak a felvásárlás és azáltal a vágóidi ára is a koronavírus miatt kialakult kereslet miatt valamilyen szinten csökkent, tehát ez ilyen százalékosan is lényegesen csökkent. Az export is szerintem minimálisra esett, és így a belföldi piacon nem jelentkezik a külföldről dömpingszerűen behordott sertéshús mennyisége. Ez jelen pillanatban logikusan valamilyen szinten a fogyasztási hús árcsökkenést is eredményezett. Szent Miklós János ugyanakkor hangsúlyozta, ez a csökkenés a multinacionális kereskedelmi láncoknál érzékelhetőbben jelenik meg. Ennek egyik oka az, hogy a piac délelőtti nyitvatartása és az a 3 órás keret, amelyben csak a 65 éven felüliek vásárolhattak, nagymértékben fedte egymást. Ebből következően a piacok húspultjainál csökkent a forgalom, ez pedig kevésbé adott lehetőséget a jelentős ármérséklésre. Ezen felül a fertőzés veszély minimalizálása további többletköltségekkel is járt, tette hozzá a tulajdonos. Át kellett szervezni a értékesítési normákat, tehát nálunk is például el kellett választani fizikálisan is teljes mértékben a vevő és eladóteret, más élelmiszerbiztonsági többlet dolgokat kellett bevezetni.
beleértve az, hogy amúgy is szigorú élelmiszerbiztonsági dolgok mellé még plusz olyan dolgokat kellett beiktatni, beleértve az, hogy a gumikesztyű, meg egyéb olyan fertőzés megakadályozó dolgokat vezettünk be, aminek végsősorban jelentős költsége van a felületeknek a tisztítására, speciális anyagokat kell használni, ami élelmiszerbiztonság szempontjából is megfelel, tehát hogy az élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő legyen. Noha a koronavírus tetőzése során hosszabb időre bezártak az éttermek és a közétkeztetés is szünetelt, a húspiacon a vártnál kisebb mértékben növekedett a lakossági fogyasztás. A szakemberek szerint a vendéglátóipar fellendülése a jövőben újra emelheti a felvásárlási árakat, de a tavalyi évben tapasztalt drágulásra nem kell számítaniuk a vásárlóknak. Kettől, azaz június 2-ától ismét biztosít személyes ügyintézési lehetőséget Nyíregyháza polgármesteri hivatala. Időpontfoglalás vagy előzetes telefonos ügyintézés nélkül is felkereshetők az ügyfélszolgálatok. Azonban a járványügyi helyzet miatt továbbra is be kell tartani a különböző óvintézkedéseket, áll a város közleményében. A koronavírus világjárvány miatt a polgármesteri hivatal március 19-től nem fogadott ügyfeleket. Személyes ügyintézésre csak a személyes megjelenést vagy halaszthatatlan ügyintézést igénylő ügyekben volt lehetőség. Telefonon és elektronikus úton azonban továbbra is elérhető volt a hivatal, az ügyfelek hozzáfértek a közigazgatási szolgáltatásokhoz. A pünkösd utáni első munkanaptól, vagyis június 2-ától dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző enyhítő intézkedéseket vezetett be. Visszaáll a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend, tehát személyesen is felkereshetők a hivatal ügyfélszolgálatai általános óvintézkedések betartása mellett. Az ügyfélterben egyidejűleg az ügyfelek csak korlátozott számban, az arcot és orrot eltakaró maszkban vagy kendőben, várakozáskor egymástól biztonságos, vagyis másfél méteres távolságra tartózkodhatnak, és kísérőt csak indokolt esetben hozhatnak magukkal, például házassági szándék bejelentésekor. Felhívják az ügyfelek figyelmét arra is, hogy a fenti intézkedések miatt a várakozási idő az ügyfélszolgálaton megnövekedhet. A várakozás elkerülése érdekében a hivatal hatósági ügyintézést biztosító osztályaihoz továbbra is előzetes időpontfoglalást biztosítanak mobilappon vagy internetes felületen keresztül. Arra kérik továbbá az ügyfeleket, hogy a személyes ügyintézés lehetőségével csak halaszthatatlanul fontos esetben éljenek, hiszen a legtöbb hivatali ügy otthonról számítógép segítségével elektronikusan is intéz. Nagykáló is igazolt fertőzött nélkül van túl az elmúlt két hónapon. A kormány és az operatív törzs által hozott döntéseken túl nem volt szükség település szinten külön intézkedésekre, ami Horváth Tibor polgármester szerint a lakosság összefogásának és fegyelmezettségének is köszönhető. A gazdaságot megviselte ez az időszak, de szereplői bizakodóan tekintenek előre. A lakosság összefogásának köszönhetően a védekezésre fordított összeg már, amit eddig látnak, nem volt túl nagy, bár egyelőre nem összegezték tételesen, és a polgármester szerint talán még nem is szabad, hiszen mint ahogy a járványveszély sem múlt el még, úgy a védekezés sem ért még véget. Az önkormányzat összességében egy ilyen 1-2 millió forint között fordított rá. Én úgy gondolom, hogy ennek nagy része egyébként a védekezésnek az a lakosság összefogásából adódóan ugye megoldódott, gondolok itt a maszkokra, ugye nálunk elég sokat vartak otthon önkéntesek, de a másik oldalról az intézményi költségeket még nem tudtuk összesíteni, ugye lényegében még az intézményekben most is fent állnak a védekezések. Helyzet lényegében ugye folyamatosan a fertőtlenítések, a védőruhát ugyanúgy használják. Én úgy gondolom, hogy még nincs is mit összegezni, mert nincs vége még ennek. A településen a vállalkozásoknak nem volt szükségük hosszabb távú leállásra, így Horváth Tibor szerencsésebbnek tartja a települést, bár sajnos olyanokról is tudnak, akik még most kényszerülnek leállásra egy-egy beruházás csúszása miatt. Nagykállóban egyébként folyamatban lévő fejlesztést nem érintett a jelenlegi helyzet, a jövőben pedig az elmúlt 20 év egyik legnagyobb beruházását készülnek megvalósítani. Ugye épül az inkubátorházunk, ami most a legmeghatározóbb. Szerencsére ott már olyan előre haladott állapotban voltak a megrendelések, hogy az elkezdésére már minden itt volt, úgyhogy nem kellett megállnunk semminek. Pont most készül egy összesítés egy megyei önkormányzat megkeresésére, hogy minden polgármesteri hivatal itt a megyében ugye készül ezzel, úgyhogy most eléggé napra készek vagyunk.
Nekünk a most, illetve az elmúlt 20 év legmeghatározóbb fejlesztéséhez jutottunk el itt ilyen kivitelezési stádiumba, itt a művelődési ház sorsáról kellett döntenünk. Ez egy a Zöldváros projekt részeként valósulna meg, ez egy ilyen nagyságrendileg 350 millió forintos beruházás. Itt új irányba kellett elindulnunk, úgyhogy újra tervezünk, de bízunk benne, hogy időben odaérünk mindenhova, és el fog indulni ez a fejlesztés. Emellett ugye az inkubátorházról, azt már említettem, az folyamatosan augusztus vége felé meg fog történni az átadás, és onnantól kezdve várjuk a betelepülőket, új vállalkozásokat a városunkban. Talán ez a kettő, ami így ilyen jelentősebb, vannak útfejlesztéseink, aszfaltozunk, burkolatot felújítunk több helyen, de ezek a folyamatok hál' Istennek nem akadtak meg, és megyünk előre. A 31. tékatábor idén sajnos a hagyományos módon nem tartható meg, de az eredeti időpontban terveznek a helyi lakosságnak egy egynapos, úgynevezett emléktúrát a tábor klasszikus elemeivel, tábornyitó zászlófámolással, a tábor végén tábortűzzel, napközben pedig táncházzal, illetve ha lehetőség lesz rá, ősszel a Lecsó Fesztivált is tervezik megtartani, tette hozzá a polgármester. Májusban újra jelentős erősödés mutatott az ingatlan piac a vidéki nagyvárosokban. Az Otthoncentrum elemzése rávilágít arra, hogy míg Budapesten az elmúlt hónapokban is nőttek az árak, vidéket ez a hullám sokkal kevésbé ért el. Az emberek pedig részben a vírus okozta veszély miatt inkább a kertes családi házak megvételét helyezték előtérbe. A gazdaság más szegmenseihez képest úgy tűnik, az ingatlan piacon nem történt akkora visszaesés, mint azt előzetesen várták a szakértők. Sőt, az április elejé visszaesés után május már újra egy erőteljesen felfelé ívelő görbét mutatott. Vidéken ugyanis már szinte a koronavírus előtti állapotokat idézte a sikeres tranzakciók száma. Az Otthoncentrum elemzései szerint a piac újraéledése egyértelműen összefügg a kormányzat könnyítési intézkedéseivel. A kezdeti sok után az emberek gyorsan igyekeznek visszatérni korábbi életvitelükhöz, így az elhalasztott vételi vagy eladási szándékok ismét előtérbe kerültek. Először azt vettük észre, hogy élénk érdeklődés mutatkozott a telkek, vagy az olyan zárt kertek irányába, nyaralók irányába, amik a 10 millió forint alatti kategóriát képviselik. Nyilván ennek volt egy olyan vonzata, hogy az emberek belettek zárva a panellakásaikba, és igyekeztek olyan helyet keresni maguknak, ahol szabadban tartózkodhatnak. Ugye a levegőre mindenkinek szüksége volt, és ezzel, hogy ugye otthon kellett maradni, igény lett erre. Bákány Zsoltné hozzátette, márciusban még arra lehetett számítani, hogy a járványidőszak az árakban is nagy változást hoz, ám ez végül csak Budapest perem kerületeiben valósult meg. A vidéki árak stagnálása elemzések szerint annak is betudható, hogy az ország központi részéről sokan költöztek olyan vidéki területekre, ahol túlkínálat volt jellemző. Befektetési célú vásárló annyira nem jelent meg, inkább az volt, amit az előbb említettem, hogy a családi házak, telkek, nyaralók iránt a kereslet az megélénkült, ezeknek az árai igazából nem is változtak, tehát a koronavírus előtti árakon keltek el. A lakásoknak a kereslete egy kicsit megcsappant, ott egy 5-10%-os áralkút eredményezett ez a vírus, de inkább az 5 felé megyünk, tehát vidéken nem lett olyan nagy árcsökkenés, mint például a fővárosban. A lebonyolított tranzakciók közötti eltérést Budapest és vidék között az is okozhatja, hogy a fővárosban továbbra is elsősorban online ügyintézés zajlik az ingatlan piacon, az ország más területein azonban szabadabban végezhetik tevékenységüket az értékesítők. Bákány Zsoltné hozzátette, a lakásvásárlási céllal igénybe vett családtámogatások továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek, a jövőben pedig mind a csok, mind pedig a babaváró hitel esetében egyszerűsödnek a feltételek. 60 új széncinkéknek való adót helyezett el tavasszal a Nyírerdő ZRT a Nyíregyházi Erdészet területén. Az új adukat a fiatal a fásítások területén rakták ki, hogy a természetes aduk hiányát pótolják. A szakemberek a napokban végzett ellenőrzések során megállapították, hogy az új madárlakoknak már 80%-át a fészkelésre használják az állatok. A Nyírerdő ZRT Nyíregyházi Erdészetének parkjában már 2009-ben a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola megalakulásakor helyeztek ki mesterséges madárodukat, az utóbbi 5 évben pedig folyamatosan bővült az odutelep. Most februárban 60 új mesterséges madárházat helyeztek ki, hogy a fiatalabb természetes odúkészítésére alkalmas fákat még nem tartalmazó erdőfelújítások is madárdaltól hangosak lehessenek.
A költési időszakban az erdei iskola vezetője regisztrálja a fiókákat. Elmondta, idén nagyon elhúzódik a költési idő, de 26 óduban már fiókát is talált. Különböző madárfajok tészkelhetnek ezek ezekbe az odukba. Itt most az első évben nekünk mindegyikben széncinke volt, ami egyáltalán nem baj, hiszen gondoljunk bele, hogy ezek a madarak ezek 8 és 12 tojás között átlagban raknak fészket, és ebből ki is kelnek a fiókák, de én most találtam 14 kirepülés előtt álló fiókát is egy oduban, tehát ez nagyon nagy fiókaszám, és hát ingyen napszámosai az erdészetnek is, illetve a kertek tulajdonosainak is, hogyha kirakjuk ezeket az odukat, hiszen ezt a 12, akár 14 éhes fajt, ezeket szinte 2-3 percente eltetni kell, tehát rengeteg rovar pusztítanak el. Éppen elég nagy baj sajnos az erdőterújításoknál a csapadék hiány, az aszály, legalább az enyhet él miatt megmaradt rovarok, hernyók nem fogják károsítani ezeket az erdőrészleteket. Az ornitológus szakember elmondta, most májusban a leghangosabb az erdő, hiszen a hímmadarak ilyenkor nem csak a párjukat hívják hangjukkal, hanem a területüket is védik. A megyei erdőkben számos madárfaj költ ebben az időszakban. A legtöbb azért a fekete rigó, néhány vörösbegyet, barátkákat fogtam nagy számban, és voltak azért érdekességek is, például seregélyeket is sikerült befogni, énekesrigót, megyvágókat, és ami talán a ritkában kerül a hálóba, az a mezei poszáta és a szürke légykapó, tehát ezek azok, amelyek csak egy-egy példánnyal kerültek ide, de hát a többségében ezt ugye hallhatjuk is, amikor megyünk az erdőbe, azért a rigó és az erdei pinknek a hangját lehet mindenhol hallani. És hát amit hang alapján azonosíthatunk benne, ritkán kerül hálóba, hiszen magasan mozognak, mindenhol szól már a sárgarigó, a főleg esténként, de egész nap lehet hallani a fülemüléket, tehát nagyon-nagyon hangos ilyenkor májusban az erdő. Az erdei iskola vezetője hozzátette, eddig bizonyítottan már 300 fiúka kirepült a mesterséges lakásokból, a Nyírerdő ZRT szeretné tovább bővíteni az odú telepét, nagyobb röpnyílású odukat helyeznek majd ki. Ezek akár az év madarának választott erdei füles baglyoknak is új otthont adhatnak. A józsavárosi régiségpiac június 2-ától újból nyitva tarthat a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző nyitvatartási rendszerint. Az üzemeltető Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a Korányi Frigyes utcai régiségpiac leghamarabb június 7-én fogadja újra az árusokat és a vásárlókat. A határozat arról is rendelkezik, hogy május 20-ától a Nyírvévé Nonprofit Kft. Által üzemeltetett valamennyi piac területén engedélyezett és lehetőség nyílik a több kapus beléptetésre, valamint június 2-ától engedélyezett a helypénzes árusítás is. A polgármester felhívja mindenkinek a figyelmét, hogy a szájmaszk viselése valamennyi piac szabadtéri árusító területein árusoknak és vásárlóknak a veszélyhelyzet megszűnéséig fokozottan ajánlott. A 65 év felettiek a délelőtt 10 és 12 óra közötti időintervallumban kereshetik fel továbbra is a piacokat. Június 1-én délután a 403-as elkerülő főútvonal, illetve a 4-es főútvonal csomópontban, Nyírtúra külterületén egy járművezető feltehető, hogy nem lassított, mikor jobbra akart kanyarodni, és a kikerülési jelző kereszttáblát sodort el. A táblát tőből törte ki, a járművezető pedig nem jelentette a jelentős anyagi kárt, illetve ilyen esetben a 112-es telefonszámon kell értesíteni a központi ügyeletet, hogy tudják értesíteni az illetékes magyar közútnak a munkatársát, illetve útellenőrét, hogy a hiányosságot pótolják. Egy másik járművezető pedig feltehető, hogy nem tudott reagálni erre az esetre, az pedig a szallag korlátnak ütközött, és azt elhajlította. Bizonyára jelentős kár keletkezett mindkét gépkocsiba. Minden esetben jelezzék az ilyen problémákat, illetve anyagi kárra járó ütközéseket. Egyébként is a magyar közút nap mint nap az útellenőrök folyamatosan pótolják azokat a hiányosságokat, amikre nagyon nagy szükség van, hisz a járművezetők, a közlekedők a közúti kereszttáblák utasításait kell, hogy figyelembe vegyék elsősorban főútvonalakon és minden egyes útszakaszon. Mától megkezdődött a 38-as számú főútvonalon az útfelmarás. A 38-as főútvonalon jelzőrök irányítanak napközben reggel 7 óra és délután 17 óra között. Tiszanagyfalu külterületén váltakozó irányba halad a főútvonal forgalma, nagyobb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek, ami elsősorban 15-20 perccel is akár
növeli a menetidőt. És a váltakozó irányú forgalomnál a jelző irányítást vegyék figyelembe a közlekedők, hisz minden esetben erre kell figyelni a járművezetőknek, és az álló jármű sorokat ne kerüljék meg, ne kerüljék ki, mert ezzel akár balesetet is okozhatnak. A munkálatok egész héten tartanak az említett 38-as számú főútvonalon. Megszerezte 10. bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Bódog Tamás együttese az NB1 26. fordulójában hazai pályán Bumba góljával 1-0-ra verte az Újpestet. A tabella 7. helyén álló Kisvárda szombaton a MOL Fehérvár FC otthonában lép pályára. 3 hónap szünet után játszhatott ismét bajnoki meccset a Várkerti stadionban a Kisvárda, amely a kiesés elől menekülő Újpestet fogadta. A mérkőzésre korlátozott számban szurkolókat is beengedhettek, ők az első félidőben gólt nem, csak hazai helyzeteket és egy vendégkapufát láthattak. A második játékrész elején felpörögtek az események, az 55. percben a szünetben beálló újpesti Kalkánt kiállította a játékvezető, a 63. percben pedig Bumba megszerezte a vezetést a Kisvárdának. Mint később kiderült, a gól a győzelmet és az azzal járó 3 pontot jelentette a hazaiak számára. Amiben én bíztam, hogy jók vagyunk, erősek leszünk, azt visszakaptam a játékosoktól, mivel domináltak a mérkőzés, voltak önbizalommal telve játszottak. Amivel egyedül hiányérzetem van az, hogy nem sikerült a második gólt megrúgni, és éppen emiatt a végén egy kicsit izgalmas lett, hogy legalábbis az ellenfélnek is megvolt a lehetősége. És hogyha úgy nézem, akkor egy dominált mérkőzést engedtünk ki majdnem a kezünkből. De így utólag hál' Istennek minden szerencsésen alakult, úgyhogy megérdemelten tartottuk itt van 3 pontot. A győzelemhez kellett Dombó Dávid 2 bravúros védése is, amelyeket a 96 percig tartó találkozó hajrájában mutatott be a hálóőr. Én azt gondolom, hogy ezt a 2 hónapos sajnos kényszerpihenőt jól fel tudtuk használni, tehát nem sok idő rát le a csapat. Ez azért én azt gondolom nagyban segítette azt, hogy jobb formában tudtunk maradni. Én nagyon örülök annak, hogy győzelemmel tértünk vissza. Valóban nagyon fontos 3 pontot szereztünk. A társak nagyon sokat segítettek abban, hogy az Újpest játékosai olyan helyzetbe kerüljenek, hogy legyen esélyem hárítani. Illetve az egész mérkőzésen nagyon sokat dolgoztak a fiúk előttem, tehát én azt gondolom, hogy az egész csapat emiatt dicséret illeti. Nagyon örülök ennek, hogy a végén hozzá tudtam tenni én is a magamét, de azért hangsúlyozom, hogy ez azért a csapat nélkül nem feltétlenül sikerült volna. A kapus elmondása szerint végig koncentrálnia kellett, mivel számított arra, hogy a vendégeknek is lehet lehetőségük az utolsó percekben a gólszerzésre. Legszebb dolog a kapusposzt, hiszen rajtad múlik nagyon sok, és te tudsz felelősséget vállalni a legutolsó döntés miatt, ami ugye adott esetben, hogyha esetleg az ellenfél csapat át tud jönni a mi csapatunkon, akkor te vagy az utolsó, aki meg tudja azt akadályozni, hogy az ellenfél gólt szerezzen. Ez most ugye ezen a mérkőzésen is ugye igaz volt, hiszen ugye emberlőnyben is voltunk, 1-0-es vezetés volt, de éreztem az egész mérkőzésnél, hogy lehet, hogy egyszer vagy kétszer kell közbeavatkozni, de akkor viszont ott kell lenni, ezért is próbáltam egész mérkőzésen úgy mozgatni magam, mert úgy éreztem, hogy lenni fog az Újpestnek olyan lehetősége esetleg, amiből gól tud szerezni. Nagyon örülök kérlek, hogy ebből a szempontból hozzá tudtam tenni a magamét, és ez 3 ponttal párosult. A forduló további eredményei a következők. Kaposvár Zalaegerszeg 0-6, Diósgyőr Mezőkövesd 1-0, Paks Molfehérvár FC 0-0, Budapest Honvéd Debrecen 3-1 és Puskás Akadémia Ferencváros 1-1. A tabella élén a Ferencváros áll 60 ponttal megelőzve az 51 pontos Molfehérvár FC-t. A 34 pontos Kisvárda a 7. helyen várja szombati székesfehérvári vendégjátékát. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Az évelei negatív csúcshoz képest egyes helyeken akár 30%-kal is kevesebbe kerül a sertéshús. A tapasztalatok szerint ezekben a hetekben jelentős eltérések lehetnek a multinacionális üzletek és a piaci húsboltok áruinak árában. Ennek egyik fő oka, hogy a piacok nyitvatartása és a 3 órás időkeret, amelyben csak a 65 éven felüliek vásárolhattak, nagy mértékben fette egymást, ami miatt jelentősen csökkent az árusok vevőköre. Nagykálló is igazolt fertőzött nélkül van túl az elmúlt 2 hónapon. A gazdaságot megviselte ez az időszak, de bizakodóan tekintenek előre. Folyamatban lévő fejlesztést nem érintett a jelenlegi helyzet, a jövőben pedig az elmúlt 20 év egyik legnagyobb beruházását készülnek megvalósítani.
Az április elejé jelentősebb visszaesés után májusban már újra erőteljes növekedés volt tapasztalható a vidéki ingatlanpiacon, derült ki az Otthoncentrum legutóbbi felméréséből. Az iroda tájékoztatása szerint Budapesthez képest a vidéki nagyvárosokban nem volt tapasztalható jelentős drágulás. A családok pedig részben a koronavírus okozta félelem miatt inkább a kertes családi házakat részesítették előnyben. Ez volt a Kölcsei Televízió híradója június 2-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Kedden erőteljes gomoly felhőképződés várható, majd estétől csökken a felhőzet. Zápor, zivatar szorványosan valószínű, az északi szél majd a nyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 9 fok között alakul. Szerdán gomoly felhők zavarják a napsütést, zápor szorványosan előfordulhat, a változó irányú majd a délire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, csütörtökön elszórtan valószínű zápor, zivatar, pénteken a nagyrészt erősen felhős égből sok helyütt számítani lehet záporra, zivatarra, majd később esőre is. Szombaton csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, egyre kevesebb helyen eshet. Vasárnap gomoly felhős, majd napos idő várható, itt-ott záporral, a jövő hét elején pedig ismét több helyen hullhat majd a csapadék.